Jó estét kívánok! A hétvégén elveszítünk egy órát, és nem csak a nyári időszámításra átállás miatt a jövő héttől rövidebb lesz a nap híre is. Véget ér a vetélkedő, újra lesz híradó, és több lesz a politikai tartalom itt az ATV-n, úgyhogy ez ma az utolsó hosszú adás. Mutatom, hogy kik a mai műsor vendégei. Itt van Donát Anna, a Momentum alelnöke, Böcskei Balázs, az Ideaintézet politikai elemzője, és Gulyás Balázs, publicista. Nem állom meg, ez témán kívüli téma, de ugye ma jelent meg egy kutatás, az Európai Parlament végzett egy felmérést arról, hogy mik az esélyek a választás előtt, és azt mérik, hogy a Momentum is küld egy képviselői helyet, vagy egy képviselőt Magyarországról. Hogy fogadták? Természetesen örömmel fogadtuk a hírt, nem azért, mert... De nem Donát Anna utazik akkor, ugye? Cseh Katalin, azon dolgozunk most már hetek óta, hogy ez a kampány elinduljon. Mi rengeteget kopogtatunk, és az utcán vagyunk, csomó olyan dolgot csinálunk, ami kifele kevéssé látható, de úgy látszik, hogy kezd beérni ennek az eredménye. Ez fontos, hogy a világ is lássa, hogy a Momentum nem csak beszél, hanem csinálja, és erről szólnak ezek az eredmények. Azért hozzá szeretném tenni, hogy ez az Európai Parlament által végzett két heten történő kutatás. Ez nem arról szól, hogy van egy kutatóintézet valahol Brüsszelbe, ami majd ott így a számokat kavargatja, hanem minden tagállamban azt a három vagy négy helyi közvéleménykutató cégnek az átlagából hozzák ki ezeket a számokat, tehát ezek magyar adatok, amikkel ők dolgoznak. Elmondom csak azért, hogy a nézők is mind tudják, hogy miről van szó. Ez szerint a Fidesz 13, a Jobbik 3, az MSZP Párbeszéd 3, a DK 1 és a Momentum is 1. És ez azt jelenti, hogy akkor ezt az egy képviselői mandátumot, ha én jól gondolom, akkor tulajdonképpen a DK-tól hoznák el. Be lehet csatlakozni egyébként, Balázs? Hát, vagy az melyik valamelyik? Van hát, egy politikai elemző és egy publicista. És a DK-tól hoznák el, nyilván ez örömteli hír, de talán eddig sem értek a DK-nak többet, mint egy mandátumot, úgyhogy ez inkább a... Most nyilván lehet matekozni, meg majd Balázs elmondja ennek a szakmai hátterét is, hogy most ezt kitől veszed, de ez inkább a nagyobb pártoktól, talán az MSZP listáról, vagy esetleg a Jobbiktól. Azt mondom, hogy örömteli híre, hogy az ellenszék egymástól veszel mandátumokat, tehát nem tudom, mitől lenne ez örömteli, de... ugye ez az együttnek is felszólult. Gulyás Balázs nem egy DK fan, azért az hozzátartozik az ő előéletéhez. Én is van az ő előéletéhez. És a jelenemhez. Előéletét azt ismered, csak a jelenje pedig, ha jól értem, az, hogy mégiscsak egy kormánykritikus éppen azért továbbra is az öröm kifejezést azért keresem ennek a jelentőségét most. A együttnek is ugye felszólult egy mandátum, hiszen a Jávor Benedeki mandátum, az együtt párbeszéd listáról jött fel, és szerintem itt a mint az Anna mondott az imént, hogy ezeket helyi értékén kell kezelni, ezeket a mandátum kalkulátorokat. Tehát ezek nem számolnak azokkal a tényezőkkel, hogy itt valóban ezek a kampány, amit olyan nem tudnak számolni. Tehát még a kampánynak az elején vagyunk. Én megmondom őszintén, ha most kellene, és akkor ezt óvatos leszek, mert ugye elemzőre majd ráírják pár hónap múlva, akkor az a Jobbiknak a három mandátum, az szerintem az egy kérdéses történet. Még a Jobbiknak a jelen helyzetéből ugye nem néz ki nagyon a három mandátum. Az MSZP-ben épp azért van az MSZP párbeszéd vita, a belvita, hogy egyáltalán a Jávor Benedeknek a pozíció, ami a negyedik hely, az elégséges lesz-e abban, hogy egyébként megvan a három mandátum, az is egy nagy kérdés. És valóban a DK-nak az egy mandátum, ami minden mérés alapján kinéz egyébként. De a Momentum is egyébként az, szemben az LMP-vel, hiszen ott megint csak van egy felszabaduló mandátum, hiszen az LMP valószínűleg hogy kívül marad mai tudásunk szerint, lehet, hogy a Momentumnak viszont nagy esélye, hogy bent van. Jobbiknak miért érzed azt, hogy nem reális a három? Hát egyrésztről, ugye kb. 13%-nál nyílik meg a harmadik mandátum, tehát ilyen értelemben van esélye a Jobbiknak, hogy ezt a hármat hozza. Maga az egész Jobbik működése, a Jobbik állapota, a Jobbik kampánynélkülisége, abban nem vagyok benne biztos. Tehát a te pénzeden fogadnék a három mandátumra, magam én nem fogadnék rá, de az örömteliséggel ne legyen igazunk ilyen értelemben, tehát nyilván az ellenzéki maximalizálás a cél. Mához egy hónapra okosabbak leszünk. Nem, kettőre, nem, igaz? Igen, április és az május 20. Hogy azért május máshogy működik, tehát hogy az, amivel nem tudnak ezek a kalkulátorok számolni, igen, hogy a részvételi aránytól nagyon sok minden függ, tehát igazából ez a verseny nem azon dől el, hogy most kinek mekkora az országos támogatottsága, meg mekkora szavazóbázisa, hanem hogy ki hány szavazóját tudja már a meglévőből is elvinni. Hát, tehát ez nagyon sokba tudja befolyásolni. Meg amiben a Fidesz rettentően jó, hogy a sajátjait mind elviszi, és az ellenzéki, vagy a másik pártoktól támogatóit pedig otthon tartja. Ebben mind a kettőben nagyon profi, úgyhogy ezen is sok múlhat. Tessék utánuk csinálni. Na,
Forduljunk rá az első témára. Friss KSH adat, Magyarországon 8,3%-kal nőttek az átlagkeresetek. Először erről beszélünk, és utána megmutatjuk majd a nap kérdését is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy önök ezt a kereset emelkedést, az átlagkereset emelkedését érzik-e az életszínvonalukon. Az inflációt is figyelembe véve 8,3%-kal nőttek az átlagkeresetek tavaly az egy évvel korábbiakhoz képest. 2018-ban a bruttó átlagkereset 329 ezer forint volt, ez nettóban 219.400 forintot jelent. Az inflációt nem számolva ez több mint 11%-os növekedés. Elemzők arra számítanak, hogy a tavaly decemberben kötött bérmegállapodás hatására, amelynek értelmében idén 8%-kal nő a minimálbér és a garantált bérminimum, idén az átlagbérek vélhetően 9%-kal emelkednek majd, írja az Index. Na, és akkor nézzük, hogy hogy áll a nap kérdése szavazás állása. Tehát a kérdés úgy hangzott, ön érzékeli-e, hogy a keresetek növekedésével párhuzamosan az életszínvonala is nő? 11% örömteli módon ezt érzékeli, 89% azonban nem. Hogy lehet ez? Hogy lehet, hogy van egy 8,3%-os átlagbér növekedés, és 89% nem érzékeli? Tudományos alapon én megfejtem azért, mert amikor elmegy a hipermarketbe a kedves delikvens, akkor azt érzékeli, hogy az árak rettentően megnövekedtek. Úgyhogy ez a tudományos megfejtésem erre a kérdésre. Ez azért nem biztos, hogy így van, hogyha most az idény zöldségre gondolunk, akkor valószínűleg igaz, Magyarországon soha nem volt olyan alacsony az infláció, mint most. Hát én nem tudom, hogy a KSH infláció adataiban mennyire kell megbízni, vagy a Nemzeti Bankéban sem biztos, hogy én megbíznék. Én azt tapasztalom, hogy amikor bemegyek az üzletbe, ugyanabból az egycsényi pénzből, amennyit eddig az asszony nekem odadott, hogy elmehetek vele, abból kevesebbet tudok megvenni, mint korábban. Nem lehet, hogy kevesebbet adod a szó, csak viccel. És nem veszem észre. Ugye eleve ez az átlag, ez fura dolog, mert az átlag az a medián, tehát ez azt jelenti, hogy ebben mondjuk a miniszterek havi 5-6 milliós forintos fizetése is benne van, és benne van a... Még csak nem is azt mondom, hogy aki a szalag mellett dolgozik, mert ők most nem keresnek rosszul, hanem benne van az orvosok és a tanárok fizetése. Nem is keresnek jól, András, ne haragudj. Tehát például egy Budapesthez közeli, konkrét tapasztalatom van, egy Budapesthez közeli Pest megyei nagyváros gyárában, az, nyilván nem akarom mondani, azért írom ilyen körülményesen körül, 130-150 ezer forint nettókat visznek haza. Ugyanis nem 8 órába foglalkoztatják őket, kölcsönadott munkaerőként foglalkoztatják őket, és ez azért megbolondítja a statisztikát. Meg van még egy nagyon fontos dolog, ez egy országos átlag. Tehát, hogyha megnéznénk régiónként, megyénként, hatalmas eltérések vannak. Ha jól tudom, akkor ez az átlag nettó kereset Szabolcs és Borsod megyékben ilyen 150 ezer forint körül van, még Budapesten ez felmegy majdnem 300 közelig. Ezért ezek hatalmas különbségek, még a szupermarketben az árak ugyanolyanok Soprontól egészen Salgótarjánig. És ezért csalóka ez az adat, és szerintem ezért sem érzik az emberek, hogy az életszínvonalukon bármilyen változás történt volna, mert hogy attól is függ, hogy kinek és milyen fizetés jár, mondjuk ugyanazért a munkáját. Van a politológiában egy olyan jelenség, amit politikai homofíliának hívnak, ami annyit tesz, hogy nagyon hasonló politikai nézeteket vallókkal tartunk kapcsolatot, legyen ez barát, párkapcsolat, munkahelyen azokkal beszélgetünk, és ez a 89% nekem azt mondja, hogy az ATV-nek, ami a fogyasztói, azok valószínű, hogy elkötelezett kormányváltók, és nem pedig kormánypártiak, hiszen nyilvánvalóan ez a szám az olyan értelemben túlzó, hogy 89% ezt ne élezni azt, hogy inkább ez a médiafogyasztási szokásra magyarázható, az a szám. Csak mert az ott az első kérdés. Könnyen lehet, hogy igazad van, Balázs, de Parrag László például, aki talán ellenzékiséggel nem vádolható, azt mondta, hogy Romániához közelítünk. Azért, hát ez nem biztos, hogy olyan jó hír, tehát, hogy Ausztriát már rég nem akarjuk utolérni, esélyünk sincs rá. A régióhoz képest leszakadóban vagyunk, és Parrag arról beszél, hogy Romániához most közelítünk. Ehhez képest én egy másik gondolkodást javasolnék, amit nagyon rigorózusan tartózkodik az ellenzéki politikai vagy
vagy arról gondolkodok. Ugyanis a Tóka Gábornak egy tanulmánya, ami azt mutatta, hogy a kormányváltáshoz közeledvén a kormányzó pártnak a támogatottságának emelkedése párhuzamosan zajlik a fogyasztói bizalmi indexnek az emelkedésével. Tehát mindeközben, miközben azt gondoljuk, hogy ez egy válságország, és én is meg tudom mondani azt a portát, amit ha kinyitom, akkor a SZETA hull ki belőle, mint újjáilledő cikkében, minden egyes cikkében, és hogyha ott azt olvasom, akkor ami egyébként valid, hiszen Borsod megye is van Magyarországon, Nógrád megye is, az mind-mind, de eközben elfelejtjük azt, hogy egy középosztály része, amit egyébként most lehet azt mondani, nincs középosztály Magyarországon, ez egy politikus mondhatja ezt, egy társadalomszerkezetek kutató nem mond ilyet, az pontosan tudja, azt sem mondhatja, hogy jóval vékonyabb a középosztály, hogy nagyot nyílt az olló. Hát az legszegényebb és a leggazdagabbak között az olló nyílik, de hogy a középosztály hogyan struktúrálódott át, én ezt nem a politikusoktól akarom inkább meghallani, hanem ezértőktől. De az biztos, hogy itt a számok azok azt mutatják, hogy Magyarországon egy réteg elég jól él a kormányzati intézkedések következtében, hatására, gazdasági növekedés miatt, tehát hogy annyira rossz, mint azt gondolnánk, az sajnos nem igaz, mert abban az értem, hogy állítsanak nem igaz, de hogy a politikai ellenzéki percepció nézve sajnos nem igaz, mint egyébként ezt leírják. Ezek számok, kutatások, együttállások. Ez egy létező vélekedés egyébként, amiről a Balázs beszél, azért nem leváltható az Orbán rendszer, mert hogy az emberek jobban élnek. És ezt sokan mondják. Én ezt nem mondtam, csak azt hiszem, hogy ennek a súlyát, ennek a diskurzus súlyát elbagatelizáljuk annál, mint amennyire egyébként ez létezik. Így elfogadható. Tókát én is olvastam egyébként, egy szenzációs, aki tudja, olvassa. Szabó Andrá is jól van a szerkesztetek közelben, tehát hogy... Igen. Tehát, de azért azt is nézzük meg, hogy akkor egy másik összehasonlítás javaslok, hogy nézzük meg, hogy mondjuk a környező országok vagyok, azokkal az országokkal összehasonlítva, hogy él a mi középosztályunk, akikkel mondjuk korábban versenyeztünk, tehát lengyel, cseh, tehát mondjuk a V4-ek. Már nem ezekkel az országokkal versenyzünk, sem jólétben, sem akár akkor leszűkítve a középosztály jólétére vonatkozólag, hanem Romániával meg Bulgáriával versenyzünk, és sok esetben meg is bukunk mondjuk egy román-magyar összehasonlítás. Sok tekintetben a román számok azért jobbak, mint a miénk. Meg azért sem elfeledhető, hogyha megnézzük azokat a számokat, amikor a kutatások arról szólnak, hogy ki mennyire tud megtakarítani. Mi történik egy háztartása, a hirtelen nem várt költség elé kerülnek. És ezek a számok, azokkal a számokkal egybevetve azért mégsem jelenti azt szerintem. Ilyen szemben igaz az, hogy egy átlagembernek a biztonságérzete nincsen meg. Ez nem zárja ki azt, hogy a legtöbb ember úgy érzi, hogy igen, többet költhet erre meg arra, és el is kezd. És tényleg ilyen szemben pörög a gazdaság, és van abban igazság, hogy rengeteg ember jobban járt egy csomó intézkedés miatt, hosszú távon, befektetési szinten vagy megtakarítási szinten viszont nem igaz, már akkor egy nagyon pici réteget érint csak. És ezért is érdemes megnézni azt, hogy a különböző megyékben hogy állnak ezek a mutatók. A össztársadalmi szinten biztos vagyok benne, hogy az elégedettségi szint közel áll ahhoz, mint amit most itt az ATV száma kihozott, még az is biztos, hogy azért ezek a számok csalókek. Nagyon jól átvezet bennünket a következő témához. Egy újságcikk szerint rettentően demoralizálódott a rendőrségi állomány. Tövegével szerelnek le a rendőrök. Ez ma a következő téma. Hazudoznak össze-vissza. Elkeseredett és demoralizálódott az állomány. Ilyen és ehhez hasonló belső fórumokra szánt idézetekkel támasztja alá az Index a rendőrség belső elégedetlenségéről szóló írását. A rendőrségi belső online fórumokból kiderül, hogy a kafetéria elvétele, a lakástámogatás megadóztatása és az alacsony fizetések miatt egyre többen szerelnek le. A cikk szerint vannak olyan megyék, ahol alig van már járőr. Paks környékén például tömegesen szereltek le a rendőrök, akik inkább elmentek jobb pénzért biztonsági őrnek az épülő új atomerőműhöz. A rendőrség szerint a létszámmal minden rendben. A hivatásos állomány 97%-os feltöltöttséggel dolgozik. A cikkben leírtak, normál fluktuációs jelenségnek tekinthetők, és nem jelentenek közbiztonsági deficitet. Donát Annának erről van személyes élménye, amikor az őt a Kossuth térről bekísérő rendőr elmondta, hogy hanyadik órája van szolgálatban. Az az én kérdésem, és talán induljunk innen, hogy az elnyomó rendszerek, azok a fegyveres testületeket a tenyerükön szokták hordani, mert tudják, hogy a létük részben tőlük függ. Most akkor ez vagy nem egy totalitárius rendszer, amiben élünk, vagy az Orbán kormány nagyon benéz valamit, mert ezek szerint nem túl jó a katonáinak, és nem jó a rendőreinek sem. Mi lehet a helyzet?
nem tudom, miért ilyen meglepő, hogy ez a rendszer cinikus, és egyrészt kifele valamit marketingel, befele viszont nem működik semmi se jól. Nekem pont olyan ez volt az első gondolatom, amikor ezt a cikket olvastam a mai nap folyamán. Hogy, de ha a következő tüntetésen a Kossuth téren a rendőrök átállnak, akkor mi lesz? Ez azért, ez tök nevetséges? Egy picit összetettebb kérdéshez. Ezt kifikezdődnek így, igen. De alapvetően úgy emlékszem arra, hogy amikor én hazaérvén a rendőrkapitányságról megírtam ezt a történetet, annyi kommentet kaptam erre, hogy ezersebből vérzik az, amit én hallottam, mi az, hogy 140 ezer forintot keres meg 600. túlóra, és a többi, és a többi. És akkor kiderül, hogy alapvetően, igen, ez egy egyszem empirikus élmény volt, de hogy ez alapvetően egy átlag történet. De ott azért ugyanettől a rendőr tisztől én hallottam egy olyan érvet is, ami talán magyarázat lehet erre. Mert én is feltettem neki, hogy miért. Hogy akkor miért éri meg. Miközben már arról beszélt, hogy hányan szereltek le abból az osztályból, akikkel ő együtt végzett. És azt mondta, hogy hivatástudat. Ő harmadik generációs rendőr. Ő azért csinálja, mert azt tanulta, hogy ez a szakma az az egyik legfontosabb és legszebb szakma a világon, és azért, mert is elkezdett mesélni pozitív történeteket, amilyen kis történetek érik őket a napok alatt. És ez adja nekik még mindig a hitet, nem? Mint ahogy pedagógusnak sem a 100 x 1000 forintért megy az ember, hanem kötelességtudatból, vagy a szakma iránti tisztelete miatt. És mai napig vannak nagyon jó pedagógusok, és nem értjük, hogy hát ha ennyire jó, akkor miért nem megy el egy magániskolába, miért nem lesz magánterem. De lehet egy rendszert arra építeni, Anna, hogy vannak megszállottak, akik minden racionalitáson túl csinálják, és akkor is operálnak, és akkor is tanítanak, és akkor is kin fog állni a Kossuth téren, és tartja a hátát a hatalom felé, mert... Egyáltalán nem, és szerintem itt azért valami most történik a rendőrségi állományban. Én azt gondolom, nekem van egy olyan érzésem, amikor ezeket a történeteket hallottam tőlük, hogy egy picit kivártak. Tehát azt gondolták, hogy ez a kormány se lesz mindig ott, lesz utána is élet, ki kell várni, volt már sokkal rosszabb is, hallottak egy csomó sokkal rosszabb történetet. Lehet, hogy náluk most telt be a pohár, és mondják azt, hogy most mire várunk, 8 éve ebbe vagyunk, sőt, fogalmam nincs ilyen szempontból, hogy nem olvastam régebbi történeteket, hogy a korábbi kormányok alatt ez az állomány milyen állapotban volt, de lehet, hogy most telt be az a pohár. Ráadásul azok a szakemberek közülük, akik tényleg a hivatásukat magas szinten űzik, azoknak nyilvánvalóan van más szakmai előmenetel is, akár egy másik országban, akár a magánvállalatok világában. Tehát szerintem itt most valami fog történni, ha nem lép közbe az állam, ha nem veszi észre azt, hogy nagyon sokszor ilyen kicsi dolgok elegendők, mint például a kafetériát ne vegyék el tőlük, vagy például a szabadnapokat kiadják, és ne évekkel később, vagy az év végén valami deal mentén akarják őket lekenyerezni. Balázs, Pintér Sándor a szó politikai értelmében erős tárcavezető? Ráadásul a rendőrös az utóbbi években a bűncselekményeknek a szám. Igen, az egy nem kérdés, abszolút. Akkor miért nem tud jobb körülményeket kiharcolni ez picit, az emberek? Ez picit olyan, ez az egész, amiről beszélünk, mint az egészségügy kapcsán. Tehát akikről most egyébként mi most elemzés tárgyát képezi, ezek olyan, mint az egészségügyben az ápolók, vagy a segédápolók. Tehát tulajdonképpen a hierarchiának, mert az anyagi hierarchiának az alján lévőknek a lázadását, vagy éppensége panaszát halljuk most, mert önmagában az, hogy a rendőri állomány demoralizált lenne. Én ezzel nagyon óvatos lennék, hiszen a rendőrség az olyan intézmény, amivel szemben a bizalomnak meg kell lennie az állampolgároknak. Tehát az, hogy itt mondjuk egy rendőrség válságáról értekezünk, én biztos ebben a dolgokban nem tudok. A rendőrséget cáfolja, hozzáteszem. Tehát ők azt mondták, hogy az állomány 97%-a fel van töltve, és ez átmeneti létszámhiány. Ugye az sem mindegy, hogy egyébként, hogy ugye a bűncselekmények, ugye talán a csütörtökön talán ez a levél, ez talán a Borsod megyei rendőrségről jön ki. Tehát nyilván az ügyszám, az esetszám, a bonyolultság, az, hogy milyen körülmények között kell dolgozni, és milyen ügyekkel, az nagyban meghatározza. Tehát más, mondjuk Győrmoson, Sopronban a második kerületben, mint mondjuk adott esetben nehezebb, mondjak én is egy konkrét, nehezebb helyzet rendőrnek lenni. Egy konkrét példát, azért a vidéken azért tényleg nagyon rossz a helyzet, és rettentő fásultak a rendőrök. Konkrétan mai sztori, egy szintén Budapesthez közeli, de már más, tehát nem Pest megyében lévő kis mezővárosnak a körzeti megbízottja, azzal büszkélkedik nekem, hogy milyen jól ki tudják verni a romák fogát, és hogy ezen vezetik le a feszültségüket. Tehát azért ez gyilkos elegyet fog alkotni, amikor a szegénység, tehát
a mély szegénységben élő embereknek a tehetetlensége, meg ez a fásultság, amiről most beszélünk, ez a kettő itt találkozik. Ez robbanni fog. Ezt én nem, el nem tudom képzelni egyébként, hogy jellemző legyen. Tehát az, hogy én nem mondom, hogy jellemző, én azt mondom, hogy konkrétan mai van országgyűlési történet. Képviselő, aki kazánba zár egy beosztottját, ettől még nem mondanám azt, hogy az országgyűlési képviselőkre ez lenne jellemző. Hát én azért, mindegy, jó. Ezen hosszasan elvitulunk vitatkozni, hogy mi jellemző. El is fogunk még hosszasan vitatkozni, de előtte egy rövid reklám, jövünk vissza. Donát Anna, Böcskei Balázs és Gulyás Balázs a stúdióban, önök pedig a képernyők előtt. Folytatjuk a Nap hírét a második harmaddal. A következő témánk a nap mondata, a nap idézete. Mondom, hogy miről van szó. Az ellenzéknek nincsenek intellektuálisan jelentős vezetői, mondta ezt Kósa Lajos, a Fidesz politikusa. Én örülök, András, hogy ezt ilyen patetikusan olvastad fel. Igyekeztem tényszerű lenni. Jó, most anélkül, hogy a dolognak az igazságtartalmát vizsgálnánk, hogy vannak vagy nincsenek, mennyire fair dolog az ellenfélnek vagy a másik csapatnak így beszólni, hogy hát ez azt is jelenti, hogy hülyék vagytok mind. Nem az, mestélyesen így hangzik, hogy intellektuálisan nincsenek jelentős vezetők. Azért a politikában sok minden megengedhető, de az is számít talán, hogy ki mondja, mert azért sok buta politikus van Magyarországon. Jó, de sok buta politikus van, de ezt Kósa Lajos mondta. De aki buta és nagyképű egyszerre, az azért unikum. Tehát ezért kell jól megbecsülni Kósa Lajos személyét, én azt gondolom. Az, aki a fémkupakok, meg a hututuszik, meg a anyatejek után ilyet tud mondani, az azért, abba azért szorult vérapucájába, azt gondolom. Tehát én megbecsülöm Kósa Lajost emiatt. Én kíváncsi lennék, hogy mit ért intellektuális töltet alatt. Tehát, hogy lehet, hogy egyszerűen csak nekem másra fogalmi készlettem ezzel kapcsolatban. De én nagyon szívesen előlek vele bármikor beszélni. Nem gondolom, hogy bármi félnivalóm lenne attól, hát hogy... Karácsony Gergely is megpróbált Tarlóssal. Milyen választ kapott? Nem csinálnék ilyen butaságot, ezt mondta Tarlós. Lehet, hogy ezt mondanák Kósa Lajos. Az intellektuális töltet ott is kezdődik, hogy nem félünk vitázni, meg a kritikai gondolkodás elől nem elmenekülünk. De mondom, Kósa Lajosnak ezúton is üzenem, hogy én nagyon szívesen bármikor beszélgetek vele, aztán meglátjuk, hogy ki mit ért intellektuális töltet. Vakmerő vagy, kedves Anna. Balázs. Egy újságíró. Tehát politikai elemzőként. Mennyire szerencsés egy ilyen? Hát ugye, hogyha kitakarjuk a szerzőt, akkor olyan nagy ördöngösséget, amivel vitatkozik, én nem nagyon mondott. Tehát ez tényleg. De tényleg nincsenek? Hát ellenzéki vezetők, intellektuális vezetői az ellenzéknek, ez egy nagyon furcsa. Tehát az ellenzéki oldalon azt látom, hogy az elmúlt években engem nem érdekel, hogy jobb oldalon ezek a véleményvezérek harca hogy zajlik, mert nincs vele dolgom. Tehát azok, akik a másik oldalt nézik, és magukkal meg nem foglalkoznak. Nálunk mindenki nagyon, már a bal oldalon, a liberális oldalon mindenki nagyon véleményvezér akar lenni. Mindenki referencia akar lenni. Mindenki megmondó akar lenni. Tehát itt a vezetőkből azért nincs vezető, mert nagyon sok van. Tehát itt mindenki nagyon a központ akar lenni. Láthatjuk, mikor megszólal egy elemző, politológus, szociológus, író, képzőművész, nyakkendő, arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni az ellenzéknek, mindenki marhára okos, de egyébként olyan értelemben, olyan referencia, akire azt mondhatjuk, hogy na, egyszerűen hozzáadott értéke intellektuálisan van, olyan, ami megforgatja a politikai gondolkodás Magyarországon, a politikusoknak a reflexióját segít, ilyen egyébként tényleg nincsen. Hát talán Gyurcsány Ferenc. Pont ezen gondolkodtam, hogy korábban sem volt. Most ugye vezető alatt politikust értünk, vagy pedig ugye nyilvánvalóan véleményvezért értünk. Szerintem a vezető alatt politikusra gondolhatott a költő, nem tudom, hogy éppen Kósa Lajos, nem hazai ellenzéknek intellektuálisan jelentős vezetői nincsenek. Hát próbáljuk megfejteni, hogy mire gondolhatott. Nyilvánvalóan nincs egyetlen egy olyan politikus, akit mondjuk a másik párt azt mondaná, és itt tudom mondjuk a Momentum egy képviselője, például azt mondta, ugye a Momentumnak a vezetője, Fekete Győr András, sem Karácsony Gergely nem alkalmas, sem Sermel Ádám nem alkalmas, sem Puzsér Robert nem alkalmas, tehát ez a mezőny, amiben... Saját jelöltünk meg nincsen, tehát ebben az értelemben tényleg nincsen vezetője az ellenzéknek, akik politikai és intellektuális értelemben megkérdezhetetlen a többi számára is. Na, megtalálták a Momentumot. Meg, és azt gondolom, hogy amúgy Fekete Győr András is nagyon szívesen válaszolna a kérdésre. Természetesen az a mondat, ami kikerült a belső forumban, szerintem ezzel a gondolatmenettel az ég egy világon semmi gond nem volt, hogy kritikusan
áll a többiekhez hozzá, miközben az egész mondandójának amúgy az volt a lényege, hogy azért sem állítunk jelöltet, mert jelenleg nem tudtunk jobb jelöltet állítani. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne kritikai gondolatunk egyik vagy másik jelölttel kapcsolatban sem, és arra várunk, hogy elinduljanak ezek a viták, hogy előjöjjön az intellektuális töltet, hogy végre a tartalomról is beszéljenek, és ne csak arról, hogy az egyik ripacskodik, a másik már mióta várost vezet, a harmadik, mert hogy amíg erről szól a politika, és ebben amúgy van igazság, legtöbbször maximum a felszínt kapargatjuk. Ez engem is nagyon-nagyon-nagyon bosszant, hogy bármilyen műsort és vitát mostanság túl lehet élni azzal, hogy a címeket elolvassuk, meg megnézzük, hogy kik lesznek a meghívottak, picit így kapargatjuk, egy-két szlogent belerakunk, egy-két mondatot esetleg a programból idézünk, ha emlékszünk rá, és ezzel el van intézve. Igazi mély vita, mély gondolatok, a világról alkotott vízióknak az egymásra feszülése, ez nagyon régóta nincsen a magyar politikában. Anna, simán lehet, hogy igazad van, csak hagyj emlékeztesselek arra, hogy a Fidesz így nyert választásukat. Tehát nem volt kormányprogram, és nem volt választási. Nem volt választási program, majd aztán később nem volt kormányprogram. És ezzel igazából akkor azt a kérdést teszed fel, hogy, működik. Egy populista irányal szembe populistán kell viselkedni. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül. Azt is gondolom, hogy nyilván populizmusra nem lehet tények és adatbázis és nagyon mély háttérelemzésekkel válaszolni. Ez már bebizonyosodott az ország vagy a világ minden pontján, hogy ezzel nem lehet a populizmus ellen nyerni. De azt azért kikérem magamnak, vagy legalábbis én nem ezért kezdtem el politizálni, hogy elfogadjam, hogy csak és kizárólag a folytatjuk címszavú választási programokkal lehessen kormányozni Magyarországot, mert ha ez így van, akkor sokkal nagyobb baj van, mint az, hogy hány éve élünk a NER-ben. Bocsaké, Balázs folytathatja, úgy láttam a szemeden, hogy szeretné reagálni, de közben az jutott eszembe, hogy azért mégis milyen gondolatok jöttek elő Kósa Lajos idézete kapcsán. Mégis eljutottunk valahonnan valahova. Balázs? Ugye, egyrészt én olvastam a Momentumnak az Európai Parlamenti Választási Programját, és egyébként tényleg van neki sűrűsége, mélysége, stb. Egyébként a több, majdnem ez mindegyik ellenzéki pártra igaz. Csak úgy hallgatván Donát Annát, ki azért a felelős, meg a hibás, hogy a politikusok egy ilyen vita alkalmával pillanatok alatt unalmassá teszik a beszélgetést? Én, a televízió néző, ő, a politikus. Tehát az a helyzet, hogy mikor voltak annak innen a közös ország mozgalom szervezés ezek a programvitát, valaki nézze meg, hogy emlékezzen, aki tud, hogy mekkora nézettséggel mentek ezek a viták, streamel lehetett követni, hát a baráti társaságom se nagyon nézte. És leginkább azért, mert ott vannak a programok, és tényleg jól megírt programok, logikus a levezete, de egyszerűen az a képesség, hogy ez formát, mondatokat, alanyállítmány egyeztetést nyerjen, az nem jön ki ebbe a dologban. Ez az egyik észrevétel. A másik pedig, hogy újságíró barátom úgy fogalmazott, hogy akkor lesz bajban az ellenzéki politikusok egy része, hogyha a fideszes politikusok megállnak és leállnak vitázni. És ennek egy jó példája volt ugye a Bangóné-Novák vita az elmúlt napokban, hogy tud az intellektuálisan erős lenni, és úgy tűnik, hogy azt azért el lehet ám veszíteni azt a vitát, mert szerintem azt a vitát a sajtó beszámolója alapján vagy X, vagy alapvetően Novák Katalin végig tudta vinni a narratíváját. Egy családvédelmi programról volt szó, és az ellenzéki politikus három mondatonként az egészségügyről beszélt. Na itt valami akkor nem velünk, és nem a televíziónézővel hibázik. Ez én teljes mértékben, hogy egyet tudok érteni, tehát hogy akkor félreértettél, én semmiképpen nem hárítanám a felelősséget. Ez a politikusoknak a felelőssége, és azt gondolom, hogy ezért is kell egy vérfrissítés a politikába, mert hogyha hagyjuk, hogy ez ezen a szinten ragadjon, akkor tényleg örüljünk annak, hogy a fideszesek nem akarnak még egyelőre vitázni velünk. Én azt gondolom, hogy ezt lehet máshogy csinálni, és kell is, mert hogyha nem töltjük meg tartalommal, akkor ne várjunk arra, hogy az ellenzéki választók azt gondolják, hogy bármelyikünkből alternatíva tud kinőni. Amíg nem kezdődik el az, hogy a tartalmakat is a felszínre hozzuk. Menjünk akkor tovább, avval folytatjuk a műsort, hogy Lovász László, az akadémia elnöke, nyilatkozott az ATV-nek is, és a Hír TV-nek is. A két nyilatkozat között meglehetősen nagy különbség van, másként emlékezett az egyik nyilatkozatban, és másként a másikban arra, hogy megzsarolták-e az akadémiát. Azt mondták, hogy önt megzsarolták, egész egyszerűen. Ez történt? Én úgy gondolom, hogy a miniszter úr kemény eszközökkel dolgozott. Ezzel együtt... Milyenekkel? Hát például, hogy visszatartotta az intézmények finanszírozását hónapokig. Ezt ön nem ma a zsarolás kategóriájába sorolja? Most nem akarok szóhasználaton vitatkozni, lehet úgy is nevezni.
A Kutatóintézet hálózat dolgozói azt mondták, hogy elutasítják a politikai zsarolással kikényszerített március 8-ai szándéknyilatkozatot. Ennek úr, ön valóban politikai zsarolás áldozata lett? Nem, én nem nevezném annak. Az biztos, hogy a miniszter úr elég kemény eszközökkel vette rá az akadémiát egy ilyen szándéknyilatkozatra. Ugye Lovász professzor képviseli a magyar tudományos életet, és én azt gondolnám, hogy a tudomány az meglehetősen exakt és mérhető. Hogy lehet, hogy akkor ez az ember nem tudja eldönteni, hogy ami velük történt, az tulajdonképpen milyen kategória? Ráadásul, ha jól gondolom, a kronológia az volt, hogy először volt a Hír TV-be, és utána jött ide az ATV-be. Erre bevallom neked, hogy nem emlékszem, azért, hogy Emiliánnál volt előbb. Azért az egyenes beszéd ugye most későn van. Igen. Tehát később van, mint a Hír TV-ben ez a Jó Estét Magyarország, vagy mi a... Lehet, simán lehet. Tehát ott először letagadta, itt meg... Tehát fél de órán... van jelentősége, Balázs, szerinted a sorrendnek? Hogy... Hát van, annyiból van, hogyha egyszer ott valamit letagadok, hogy nem volt zsarolás, vagy azt mondom nagy nehezen, hogy nem volt zsarolás, akkor itt miért mondja nagy nehezen azt, hogy hát végül is lehet annak is nevezni. De egyébként ez csak azt mutatja, egyrészt az, hogy hát mindegy, szóval Lovász László nehéz helyzetben van, fogalmazzunk így, de azt is mutatja, hogy mennyire méltatlan ez az egész, hogy most ő neki azon kell lamentálnia, mert látszik, hogy mind a két esetben itt is, meg a Hír TV-ben is lamentál azon belül, forognak a kerekek nagyon, hogy most erre mit válaszoljon. Tehát egy tudós embernek, a magyar tudományosság irányítójának azon kell lamentálnia, hogy most a miniszter zsarolását, mert azért most itt négyen beszéljük már meg, hogy ez egy nyilvánvaló zsarolás volt, most azt annak merje elnevezni, vagy nem merje annak nevezni? Jó, ketté bontanám a dolgot, majd beszéljünk arról, hogy nyilvánvaló zsarolás, vagy nem zsarolás. Én nem látom ennyire feketén-fehéren a dolgot. Viszont azt, hogy egy tudós embert méltatlan látni ilyen megfélemlített, kiszolgáltatott helyzetben, azzal viszont maximálisan egyetértek. És azért, aki most a televízió előtt, amikor látta akár a Hír TV-st, akár az ATV-st, bízunk benne, hogy többen látták az ATV-st. Ez nem kérdés. És mondjuk neutrálisan viszonyult ehhez a helyzethez, vagy nem érdekli a téma, gondoljon arra, hogy mondjuk mikor veszik elő az ő társadalmi csoportját, most a tudósok vannak soron, mikor kerül az ő társadalmi csoportjára sor, és hogyha útjába lesz ennek a hatalomnak, akkor az a hatalom ugyanolyan kemény eszközökkel fog elvárni az ő társadalmi csoportjával, mint ahogy ez esetben az MTA-sokkal. Mindaddig, amíg a te társadalmi csoportod nem várhat nagyobb uniós támogatást, addig nem vagy veszélyben szerintem. Igen. Bocsánat. Szóval... Engem borzasztóan elszomorít, az tényleg ez egy nagyon méltatlan helyzetben van. Ráadásul, hogyha megnézzük, hogy mi minden történt szeptember óta, amikor először előjött ez a hír, hogy valami itt készülődik az MTA körül, mi akkor szerveztünk egy tüntetést, aminek azért volt egy elég pozitív fogadtatása a különböző kutatói körökből, pont az MTA-soktól, nem? Méghozzá azért nem, mert én először azt hittem, hogy velünk van a gondjuk, de nem, őszintén azt mondták, hogy ne akarjuk politikai síkra vinni, meg ne merészeljük, mert ez a helyzet, ez kezelhető lesz. Ők ezt kezelik. És hát látjuk, hogy nem, már akkor, nem, hogy akkor kellett volna politikai síkra, ez mindig is egy politikai kérdés volt, és jelen esetben most látunk egy tudós társadalmat, és látjuk azoknak a vezetőit, akik a mai napig megpróbálnak úgy tenni, mint hogyha ha nem politizáljuk túl, akkor esetleg megússzuk. Én nem gondolom, hogy az egyik helyen letagadta, a másik helyen nem. Mind a két esetben próbálta, illetve az ATV-s felvételen aztán tényleg egyértelműen percekig próbálta kikerülni a választ. És a végén, miután egy tisztességes ember, nem tudta a riporter szemébe mondani azt, hogy nem akart hazudni. Mert ő igenis zsarolásnak éli meg. De ha kimondja, annak megint van egy politikai tartalma tehát is. Tehát akkor azért nem valahol hazudott, emberi. Vagy a Hír TV-ben, vagy itt azért hazudott. Én azt gondolom, hogy ebben a szituációban itt már nagyon sok... Ez egy lelkiállapoti kérdés is az, hogy most kimondja meg kőkeményen, és vállaljam azt, hogy igen, ez a játszma történik, akkor megkaphatom azt, hogy rossz vezető vagyok, engem csak úgy meg lehet zsarolni, hiszen aláírta. Vagy belemenjen abba, hogy jó, akkor most keménykedek, és lehet, hogy holnapra teljesen más lesz az alkupozícióm, vagy pedig inkább kerüljem ki a kérdést, mert akkor megúszhatom. És a háromnak egy fura egyvelege. Én nem mondom, hogy jó megoldást választott, csak az, hogy nagyon-nagyon tudok vele empatizálni. Ez a hatalommal csak keményen lehet. Igen, ez Balázs, de ezek az emberek kutatók, jó, nem ketrecharcosok, nem ezen szocializálódtak. Világos.
Világos. Ez egyébként szerintem a terv része is, mert tudták, hogy, hogy ezek az emberek, ahogy te fogalmaztál, nem ketrec harcosok, tehát ez is benne van az egész koncepcióban, meg ahogy végrehajtja. A gondolatodnak azzal a részével vitatkoztam, hogy, hogy egyértelmű zsarolási, hogy a módszer az micsoda, azt nem tudom eldönteni, de az, hogy az akadémia működésében van több olyan dolog, ami minimum véleményes. Tehát például átalakítani azt a rendszert, hogy nem nagyon mérhető az akadémikusok teljesítménye. Hogy gyakorlatilag attól kezdve, hogy valaki akadémikus életjáradéka van egy olyan jövedelemre, ami mögött nem tudjuk pontosan, hogy évek távlatából milyen hát teljesítmény. Évtizedek vannak előtte, András, ne viccelj. És így, mármint, hogy évtizedek előtt. Mielőtt akadémikussá válik valaki. Oké, az rendben van. Erről sem lenne érdemes diskurzust folytatni? Egyszerűen ez ebben a formában nem igaz, hogy a tudomány ne lenne mérhetők. Hát a Magyar Tudományos Akadémia Politikatalan Intézetének a tudományos segédmunkatársa vagyok. Ott minden évben van egy úgynevezett pontrendszer, a publikációk alapján a minőség, a besorolás, milyen szintű lapokba publikál az ember, olyan pontot kap, annyi pontot kap, és besorolások vannak, és egy bizonyos pontszám alatt az embert elbocsátják az adott állásából. Ezen a héten volt például pont a Társadalomtudományi Központnak az évértékelője, és minden egyes intézet. A Magyarországi Politikatudományi Intézet, a Magyar Társadalomtudományi Központ Politikatudományi Intézetében lévő kutatók az úgynevezett impact faktoros, tehát a legnevesebb és a legelismertebb folyóiratoknak a többségét Magyarországon ők publikálják a legtöbbet, és jóval az a grémium, sokkal amelyik slide számát tekintve kevesebb, mint nyilván a magyar politológusok, a legtöbbet hozzák ez ügyben. Tehát a tudományban nagyon komoly standardek vannak, hogy egyszerűen mi a mérhető és mi a nem mérhető. És ez működik Magyarországon? És ez működik Magyarországon, mert máskülönben az embert elbocsátják az állásából, és Magyarországon például csak a politikai terén 2010-ben olyan változások történtek, hogy nagyon átalakult tudományiparnak megfelelően a magyar politika tudományi helyzete is. Tehát ezzel, ha valamivel nincsen gond, az például pont ez a kérdés. Engem meg akkor bocsájtanak el, hogyha most nem tartunk egy rövid reklámszünetet. Bocsánat, Anna. Néhány perces folytatjuk. A folytatásban hoztunk még egy embert, Donát Anna, Böcskei Balázs és Gulyás Balázs mellé, Holló Mártát. Azért jött, hogy elmondja a rövid hír összefoglalót. Szervusz, Márti! Bizony, szervuszok, jó estét kívánok, tálcán hozom a híreket nektek, hogy lehessen miből válogatni, és mondom is őket azonnal, 5 rövid hír mindössze. Egyre több városban fog össze az ellenzék, és egyre több helyen követik ugyanazt a modellt, azaz civil szervezetet alapítva indítják közös jelöltjüket, aki mögött így nem lesznek pártlogók. Közben a Karácsony Gergely által nyílt vitára hívott Tarlós István főpolgármester megüzente, esze ágába sincs kiállni. Nyilvánosságra hozta az új paksi atomerőmű építéséről szóló Rosszatom szerződéseket a Paks 2 ZRT, ám a részletes műszaki ajánlat, a befejezés végső határideje és a beruházás ára továbbra sem publikus. Katasztrofális helyzetbe kerülhet a magyar gabonatermesztés, mert az elmúlt 3 hónapban 50%-kal kevesebb csapadék esett a megszokottnál. A kormány 2,5 hónappal meghosszabbította az öntözési szezont, a vízdíj 70%-át pedig az állam fizeti. Csődközeli helyzetbe került az NB1-ből szinte biztosan kieső szombathelyi haladás labdarúgó csapata. A 500 millió forint adósságot görgető klubnál késnek a fizetések, és az sem kizárt, hogy a következő idényt már a megyei bajnokságban tölti a csapat. És rajszögeket ragasztott a gyerekek kis motorjaira egy ismeretlen a 9. kerületi Lepkelak családi napközi udvarán. A napközi vezetője szerint az egyik szomszéd lehet az elkövető, akit zavarhatott a gyerekek hangoskodása. Szerencsére egyik gyerek sem sérült meg, mert a pelenka felfogta a kis motorból kiálló tüskéket. Ezek voltak tehát a friss rövid hírek, hosszabb híradóval, majd az ATV Spiriten este 9-kor várom önöket. Úgyhogy visszaadom nektek a szót. Köszönöm szépen. Mi köszönjük, Márti. Ma utoljára van olyan jó dolga a vendégeknek, hogy maguk választhatnak abból az 5 hírből, amit most Márti elmondott, de éljetek a lehetőséggel. Mivel kezdjük? Hát az asszályról csak annyit tudunk elmondani, hogy az nyilvánvaló Soros a hibás. Tehát ő miatt. Vagy a Gyurcsány, ugye? Hát tőled ezt váltam volna. Igen, jó, mondjuk a lelkem, én Gyurcsányra gondoltam, csak gondoltam, hogy Soros többen ismerik. Ugye semmilyen szempontból nem tréfa dolog, de hogyha rossz lesz a gabonatermés, akkor nyilván drágul a kenyér, és így tovább, és így tovább. Tehát azért ezt érezni fogjuk a bőrünkön mindannyian, és nem csak a hőség. Egyértelmű arról a hírről, szerintem csak annyit lehet mondani, hogy Trumpnak igaza volt, nincs globális felmelegedés. Igen. Pont.
Jó, mi amit legyen? Még éreztek volna a bőrükön, hogyha nincsen rajtuk pelenka, az viszont tényleg szomorú dolog, ez a bölcsődei rajszög ragasztás. Tehát amikor én azt a pillanatot szeretném tudni, hogy mi játszódik le az agyába. Oké, eltervezi, hogy most jó, kicsesz az ovisokkal, mert zavarja, hogy zsivaj van. De amikor oda megy, és ténylegesen meg kell csinálni, hogy a rajszöget odaragasztja, akkor sem játszódik le ebbe az emberben, hogy mégse csinálom meg, mert azért mégiscsak gyerekekről van szó. Naiv vagyok? Nem egy ilyen hirtelen elkövetett bűncselekmény típusról szó. Tehát többször meg lehet állni azért útközben. Igen. Még a labdák kiszúrását valahol értem. Azt se tud, arra is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kicsinyes megoldás. Főleg a felcsúti labda. De hogy mit akart ezzel megakadályozni? Azt akarta, hogy több gyerek ott ne legyen, vagy az, hogy gyerekek ne akarnak kimenni a kertbe? Ha jól olvastam ezt a hírt, hogy előtte már eltolaszolta ott a kiállatot. A zsivaj zavarta őt. De hogy megsért egy gyereket, akkor nagyobb a zsivaj. Tehát, hogy a logika sincsen meg benne. Tehát, hogyha egy gyerek, hogyha szögbe ül, az üvölt általában. Tehát én tényleg nem tudom elképzelni, mi játszorot lennek az embernek a minden, fejében. Mindenképpen beteg meg, hogy nyilván ott nem a gyerekekkel van konfliktus, hanem az óvoda vezetővel, vagy a tulajdonossal. Nem tudom, milyen rendszerben működik ez a dolog. De hát pelenkás gyerekeken bosszút állni, tehát most attól, hogy nekik a szög belemegy a fenekükbe... Tehát, hogy a gyerekekkel lenne a konfliktus is, András. Hát fájdalmat okozni egy gyereknek, hát milyen ember az ilyen? Ha ezt az egészet kinyitjuk, akkor közben meg egyre több ilyen történet van. Mm-hmm. Tehát a legutóbb azt olvastuk, hogy valahol a plázában felpofozott egy férfi egy 10 éves gyereket, csak úgy, mert rossz kor volt, rossz helyen. Szóval, hogy mennyire beteg a társadalom, és hogy van-e ebben felelőssége annak a közbeszédnek, ami körülvesz bennünket, ami jön mindenhonnan, óriás plakátokról például. Folyamatosan háborút viselünk mindenkivel, meg kell állítani, és nem szeretünk senkit. Talán nem keresném a Soros kampány mögött és a pofonosztások között összefüggés, már csak azért is, mert mondjuk a Biztos vagy benne, Balázs? Nem akarok én ott biztos, hogy benne. Keresti, ahol nincs, de nem nyilván, vagyok benne biztos, hogy... Ezeket az híreket én is olvasom, hogy már fiatal gyerekek, kisgyerekek migráns kifejezést használnak, és, de hát abból mondjuk levezetni a szülői agressziót elég nehezen tudom. Tehát túlfeszített lényeglátónak kell ahhoz lenni, mert 10-20 évvel ezelőtt nem voltak Soros plakátok, és nem voltak értelmiségi publicisztikák arról, hogy úristen, hogyan beszélnek a magyar közéletben, hát ez már borzasztó. Ennek ellenére végig is felpofoztak minden fűfavirág gyereket. Tehát, hogy ez effektív a magyar nevelési kultúrában, ugye ez a fenékre csapunk, és hogyha elfogy a türelem, akkor jön. Erről a gyermekjoggal foglalkozók évtizedekre visszamenőleg tudnak beszámolni, hogy a legvédtelenebb társadalmi csoport ez a gyerek. Ez ugyanaz a vonal, mint ahogy pénz számolva asszony verve, jó? Tehát Magyarországon vannak társadalmi gyökerei annak, hogy hát bizony, hogyha úgy hozza az élet, akkor le lehet keverni egy pofont az asszonynak. Én nem intézem el ennyire egyszerűen, de én is hasonló felé gondolkodnék, mint Balázs. Én azt gondolom, hogy inkább a ti gyermekeitek szerencsések, hogy az édesapjuk ennyire ki tud borulni egyénen. Én azt gondolom, az a baj, hogy a gyermekbántalmazás az egy elképesztő tabu téma ebbe a társadalomba. A legtöbb mai magyar gyermek nem annyira szerencsés, hogy ne találkozna pofonnal, ne találkozna családon belüli erőszakkal, és akkor a legközelebbi emberekről beszélünk, nem is idegenekről. Tehát, hogy szerintem sokkal súlyosabb problémája ez a társadalomnak, mint az, hogy eseti jelleggel van egy ilyen kis autós történet, vagy hogy felpofoznak valakit egy plázába. A probléma az, hogy rengeteg gyerek elképesztő, mind fizikai, mind lelki abúzust él meg napi szinten ma Magyarországon. De erről nem beszélünk, és mindenki azt gondolja, hogy ez valahol nagyon távol, meg messze van tőle, meg jó, hát vannak szerencsétlen gyerekek, de hát egy normális ember ilyet nem csinál. És a probléma az, hogy általában pont azoknál a családoknál derül ki, hogy mennyire veszélyeztetettek a gyerekek, ami kívülről tökéletesnek néz ki. És erről kéne többet beszélni. Egyébként, hogy mennyire szüremkedik le ez az egész kampány a társadalomba, vagy akár a gyerekek szintjére. Pont tegnap kérdezte meg tőlem a 7 éves kislányom, hogy apa, most akkor a Brüsszel, vagy Orbán Viktor a rossz? Mondd meg nekem, mert hogy az iskolában erről beszéltek. 7 éves első osztályú. És apa válaszolt, gyerekek. És mondta, hogy Gyurcsány Ferenc. Nyilván egyébként ez hozzáteszem, Gulyás Balázs gyerekei itt vannak, azt hiszem most bontják le a sminkszobát ezekben a percekben. Két olyan tündéri cukorgyerek, hogy az egészen elképesztő. Az apai gének hangozékel műsorban is. Ezt már többször hallottuk. Na jó van, szerintem ezt a kört megfutottuk, rendőrségi nyomozás indult, nyilván előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ki követte el ezt az aljasságot. Mi legyen még?
ugye volt áruhába bújnak az ellenzékiek a szavazáson. Ez ugye lefordítva azt jelenti, hogy egyre több ellenzéki csoportosulás civil szervezetként indítja a jelöltjét, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy a pártlogó az kifejezetten rosszat tesz. Ma egy jelöltnek nem erről van szó? Anna csóválja a fejét. Egyáltalán nem erről van szó, sőt, valamilyen szempontból egy önkormányzati választáson a pártlogó előny tud lenni a civilkedésre szemben. Nem, egy nagyon-nagyon igazságtalan és rossz választási törvényről van szó. Arról van szó, hogy ahhoz, hogy kompenzációs listák legyenek, ahhoz a választók körzetek 50%+1-be kell indítani, és azt pontosan tudjuk, hogyha több ellenzéki jelölt indul, akár csak egy választókörben is, annak az eredménye Fidesz győzelem lesz. Most tehát tényleg ez szimplán egy technikai matek. Igen, és ennek amúgy az ernyő szervezet, meg civil szervezetes történetnek nagyon sokféle megvalósulása létezik, és országszerte sok különbözőt fogunk majd látni. A lényeg az, hogy mindenhol azt próbálják kisakkozni, hogy hogyan tud az ellenzék, és ebbe beleértődik azok a civilek is, akik nem kormánypártiak, tehát helyi, tényleg független civilek, akik váltani szeretnének helyben, ők hogy tudnak úgy együtt mozogni, hogy a választási törvény következménye ne az legyen, hogy ők egymást írtják, hanem az, hogy a végén nem csak egy ellenzéki polgármester, hanem a közgyűlés is ellenzéki többségű lesz, ugyanis millió egy példát láttunk már arra, hogy mi történik akkor, ha ugyan van egy jó ellenzéki polgármester, de a közgyűlése fideszes, és mindent megfúr, akár le is mondatják a polgármester. Anna, csak egy gyors kérdés, Anna, ha ennyire benne vagy biztos, akkor ennek a koncepciójának a kidolgozásánál ott voltam. Mi a koncepció? Utána különültök frakciókba, vagy egy frakciót fogtok alkotni? Mondjuk, például nem tudom, hogy Szombathelyi összefogásban benne vagytok-e, de ott például, hogyha bejut a közös listáról X ember, azok különülnek aztán pártonként a frakciókba, vagy egy frakció lesz? Én nem vagyok annyira nyakig ebbe benne, hogy így, és mondom, annyiféle megoldás van, uh-huh. hogy itt tényleg nem tudnám mindegyiket végigelemezni. A háttér logikája az összes ilyen történetnek, és én abban is biztos vagyok, hogy alapvetően az a cél, hogy utána, tehát mindenki őszintén fel fogja vállalni, hogy ő alapvetően melyik pártnak a képviselője, uh-huh. illetve helyben ezek az emberek ismertek, tehát később is így fogják a munkát végezni, de azért már most látok olyan példákat, például Baján, ahol ez az önkormányzati választások miatt elindult az együttműködés nyáron. Először csak beszélgettek, aztán kitalálták, hogy mi legyen ez az egyesület, ők is bejelentették már, hogy az egyesület hogy fog kinézni, és én 14-én voltam ott, március 14-én az ünnepségükön. Ezek az emberek helybe szeretik és tisztelik egymást. Olyan üde folt most baja a magyar ellenzéki palettán. Még a DK-sokat is? Az MMM, a Jobbik, a DK, a Momentum, a szocialista képviselő, vagy helyi szervezeti vezető, őszintén tisztelik egymást. Csak zárszó Balázs Böcskei, működhet ez? Ugye nem azért fognak össze, mert a választási rendszerében az önkormányzati szisztéma nem változott, hanem azért, mert ennyi a támogatottságuk, és egyetlen egy olyan jelölt nem magasodik ki, vagy potenciális jelölt, ami önmagában, hogyha elindul, és a többi is indul, akkor versenyképes lenne a Fidesszel. Tehát más az önkormányzati és más az országos modell. A másik pedig, hogy azért óvatosan a civil jelöltekkel, nekem csak egy, és hogy engem a szelekció kiválasztás érdemel, csak zárszóként például az a Szalma Botond, aki például ugye majdnem a jelöltje lett az ellenzéknek Újpesten, 2014-ben 789 szavazatot kapott a 32 ezerből, ez akkor a 2,29-re volt elég. Kérdezem én, ki gondolja azt, hogy ő lett volna jó jelölt 2019-ben? Annyira végszó, hogy el is búcsúzunk. Köszönöm szépen Donát Annának, Böcskei Balázsnak és Gulyás Balázsnak a beszélgetést. Önöknek meg az egész heti kitartó figyelmet. Jövő hétfőn már Emilia fog ülni ebben a székben. Viszontlátásra, jó hétvégét!